Ha Jézus azt mondja, hogy a jelenések könyvében... Egy az imáról szóló bibliai előadást és egy élménybeszámolót hallgattak meg a Kólára látogató hívek a keresztény értelmiségi kör szervezésében megtartott találkozón. Szent Ágoston napját a szervezet védőszentjét ünnepelték. Van ennek egy nagy üzenete, a találkozás, a csoportok találkozása, ilyenkor Vajdaság minden területéről jönnek. Sokszor százan van rá, volt rá példa a Becsén, hogy 150-en, és ez egy fantasztikus szám, az együtt egyformán gondolkozók, hívő emberek találkozása. 8 vajdasági településről, többek között Szabadkáról, Törökbecséről, Kikindáról, Verbászról, Magyarcsernyéről érkeztek a hívők a keresztény értelmiségi kör kólai összejövetelére. Több mint 100-an hallgatták végig az előadásokat, és részt vettek a délutáni szentmisén. A keresztény értelmiségi kör fő feladata, hogy összetartsa a vajdaságban élő magyarságot a hitben, a szeretetben, a megértésben. A szervezetnek 26 helyi csoportja van, a tagok fiatalok és idősek is egyaránt. Számunkra Szent Ágoston példakép lehet, hiszen sokan vannak olyan emberek, akik már meglett korukban, idősebb korukban szánják rá magukat azt, hogy az egyház tagjai legyenek. A jelenések könyvének harmadik fejezetében és a 20. sorában olvashatjuk. Havonta egyszer szerveznek találkozót az egyik helyi csoportban, ahova meghívják az összes többi csoportot. Ilyen ez a kúla is, amikor Szent Ágostont ünneplik. Ez ilyen barátkozási napnak nevezik hivatalosan, tehát hogy a különböző plébániákról érkező hívek egymást megismerjék, és esetleg későbbekben, ha tudnak, közreműködjenek. A szervezet a közeljövőben több napos zarándokutat szervez Budapestre, valamint folytatja a helyi csoportok bibliai napjainak, imanapjainak a megtartását is.